150 millió forint az Európai Uniós forrás. Székesfehérvár szeptember végi közgyűlésén fejezte ki szándékát, hogy részt vesz azon a 100%-os támogatottságú uniós pályázaton, amely szegregált lakókörnyezetben, mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózását és integrációját segíti. Most a pályázat benyújtásáról és annak részletes tartalmáról döntöttek a képviselők. Ebben van infrastruktúrafejlesztés a Széchenyi úton, van oktatási, szociális területen, szociális munkások alkalmazása is. Én azért tartom különösen fontosnak, hiszen néhány hete annak, hogy egy bejárást is tartottunk a környéken, bizony a környéken élők és az ott dolgozó cégek kérték azt, hogy történjen előrelépés. Én azt gondolom, hogy ez a pályázat nem biztos, hogy mindent megold, de hogy egy konkrét és egyértelmű előrelépés segítene, ráadásul nem városi, hanem Európai Uniós forrásból és 150 millió forintból, azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos. A 2013-as emlékév tiszteletére egy Csitári G. Emilt a város egykori polgármesterét ábrázoló szobor lesz jövő nyártól a Rózsaligetben. Ezen kívül nyílt ülésen a közgyűlés döntött azokról a fejlesztési változatokról és stratégiai irányokról is, amelyek a székesfehérvári intermodális regionális közösségi közlekedési központ tervezésével kapcsolatban merültek fel. Zárt ülésen hoztak döntést a képviselők az Alba Airport Kft.-vel kapcsolatban. Ahogy a Székesfehérvár polgármestere a közgyűlést követően elmondta, a város érvényesíteni kívánja a rendelkezésére álló jogi eszközöket. A közgyűlés szándéka az, hogy peren kívül állapodjanak meg a befektetőkkel. A képviselőtestület egy konkrét javaslatot is megfogalmazott ezzel kapcsolatban. A befektető adja vissza mind a repülőteret, mind az ipari parkra vonatkozó területet, ez térítésmentesen történjen, és ez gyakorlatilag az elszámolást is jelentse a felek között, azaz a városnak se lenne követelése a befektetők irányába, a befektetőknek se lenne követelése a város irányába, viszont végre visszakerülne a reptér területe és az ipari park területe is a városhoz. A polgármester hozzátette, bízik abban, hogy a tárgyalások eredményre fognak vezetni. Ellenkező esetben azonban a város kész a jogi lépések megtételére is, hangsúlyozta Cserpalkovics András.